Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnathaj Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Közel 100 millió forintból újítottak. A burkolat és a teljes vízi közmű felújítása is belefért a Bonyhádi utca felújításba. Arcpajzsokat kapott Szekszárd. Az eszközöket a vírus elleni védekezésre használják fel. Gyerekek raboltak ki egy kisfiút, akár börtönt is kaphatnak tettükért. Autómentes nap. Díjazták a legtekerősebb osztályokat Szekszárdon. Csak nem 100 millió forintból újult meg a Bonyhádi József Attila utca. Az egyirányú utcában nem csak az útburkolatot újították fel, kicserélték a teljes vízi közműhálózatot, és a csapadékvíz elvezetésére szolgáló csatornát is újjáépítették. Az átadást szeptember 25-ére tervezik. Az utolsó simításokat végzik Bonyhádon a József Attila utca alsó szakaszán. A munkálatokat Bonyhádváros önkormányzatának megbízásából májusban kezdte el a kivitelező, és teljes hosszában 297 méteren újították meg az utcát. József Attila utcában teljes burkolatfelújítást készítettük el, és nem csak a burkolatfelújítást, hanem kicseréltük a teljes vízi közműhálózatot, beleértve az ivóvízhálózatot, a szennyvízhálózatot, sőt az utca alsó szakaszán a csapadékcsatorna is újjáépítésre került. Ezen kívül a teljes utca alépítménnyel együtt új térkőburkolatot is kapott 1400 négyzetméter felületen, amihez még 500 négyzetméter járdaburkolat is csatlakozik. A koronavírus járvány első hulláma alatt kezdődtek meg a munkálatok, ami eleinte labilissá tette a projekt kimenetelét. Az elején megijedtünk, és a munkakezdést azt félve kezdtük el, mert nem szerettünk volna egy félig fölbontott utcát itt hagyni magunk mellett, nem tudtuk, hogy mi történik, leáll a munka, és nem áll le. Ennyiből hátráltatott minket, de komolyabb gondot ez nem okozott. A teljes vízi közműhálózat kicserélése miatt kicsit elhúzódtak a munkálatok, de így is egy hónappal a szerződéses határidő előtt, szeptember 25-én ünnepélyesen átadják majd a megújult utcát. A részben pályázati forrásból finanszírozott projekt 99,5 millió forintból valósulhatott meg. 750 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést, ezzel 21.200 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 7 idős krónikus beteg, így az elhunytak száma 709 főre emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma 15.673 fő. Tolna megyében 225 főre nőtt a járvány kitörése óta beazonosított fertőzöttek száma. Az operatív törzs jelenleg 24 óvodában és 8 iskolában rendelte el rendkívüli szünetet, 200 osztálynál és 9 teljes iskolánál pedig digitális munkarendet a koronavírus megbetegedések miatt. Arcvédő pajzsokat kapott a szekszárdi önkormányzat. A felajánlás a Tolna megyei közgyűlés alelnökének köszönhető. A védőeszközöket az önkormányzathoz tartozó igazgatóság és intézmények dolgozói között osztják ki. 1500 darab arcvédő plexi pajzsot ajánlott fel a szekszárdi önkormányzatnak egy budapesti kutatócsoport. A védőfelszerelések Orbán Attila Tolna megyei közgyűlés alelnökének közbenjárásával kerültek a Tolnai megye székhelyre. Valamennyi intézményünkben, a városházán, a különböző osztályokon, az ügyfelekkel foglalkozó személyeknek ezt ki tudjuk osztani. Én azt gondolom, hogy ezzel egy újabb szintre tudjuk léptetni a vírus elleni védekezés szintjét itt a városban. Az önkormányzat több ügyfélfogadói helységébe korábban már plexifalakat szereltek fel, hogy így védjék a dolgozókat és az odaérkezőket. Ezt a megoldást egészítik ki mostantól a fejrehúzható arcpajzsokkal. Én azt gondolom, hogy a város tavasszal is jól vizsgázott, a vírus elleni védekezésből most is jól vizsgázik, eddig mi előre mentünk és előre meghoztuk az intézkedéseket. Most egy nem vált esemény az, hogy kaptunk 1500 ilyen maszkot, természetesen örülünk neki, mert ingyenesen kapta a város. Az arcpajzsok kiosztása már szerdán elkezdődött a szekszárdi önkormányzathoz tartozó igazgatóságok és intézmények dolgozói között. 10-ből 4 ember változtatott fizetési szokásain a koronavírus hatására. Derül ki a GKI Digitális Pénzügyi Körkép 2020 című kutatásából. Jóval többen fizetnek bankkártyával, és nőtt az internetes vásárlást választók száma is. Az elkereskedők rekorderős második negyedévet zártak. A bővülés mértéke 47%-os volt 2019 azonos időszakához mérve. Ezzel párhuzamosan jelentősen nőtt az online bankkártyás fizetések száma és értéke is. A kormány döntése értelmében pedig 2021. január 1-től kötelező lesz minden online kassza mellett biztosítani az elektronikus fizetés lehetőségét.
A szabályozás következményeként országszerte újabb 60 ezer helyen lehet majd elektronikusan is fizetni. A vírus hatása csomagátvételek kapcsán is tetten érhető. A megnövekedett rendelésszám mellett átalakultak a szokások. Kevesebb rendelést kértek a vásárlók bolti átvétellel, ugyanakkor jelentősen megugrott a házhoz szállítással vagy csomagautomatában kért csomagok aránya. Az adóhatóság online számla rendszerében szerdán a reggeli órákban lassulás volt tapasztalható. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal leállította a rendszert a megoldás érdekében, és rendkívüli karbantartást indított. A rendszert éjszaka újraindították, annak működését szakembereik folyamatosan monitorozzák. Fontos információ, hogy az üzemzavar miatt senkit nem ért hátrány, a rendszer minden beküldött adatot feldolgozott, közölte az adóhatóság. 13 és 15 éves fiúk raboltak ki egy 11 éves áldozatot Szekszárdon fényes nappal. A telefonját vették el tőle, miután megfenyegették, hogy megverik. A rablók, bár még gyerekek, börtönbe kerülhetnek. Tavaly óta ugyanis súlyos bűncselekmények esetén már 12 éves kortól büntethetőek az elkövetők Magyarországon. Itt a forgalmas szekszárdi Béri Balog Ádám utcában fényes nappal szólított le egy 11 éves kisfiút a két támadó. Ők is gyerekek voltak, még egyikőjük akkor 13, a másik 15 éves. Közrefogták az áldozatukat, majd megfenyegették. A rémült 11 éves fiú végül átadta nekik a zsebében levő mobiltelefonját. A fiatal rablókat hamar elfogták a rendőrök, és bár még gyerekek, már bíróság elé is álltak. Mivel az első, valamint a másodrendű vádlott a bűncselekmények elkövetésének csak egy részét ismerték be, ezért további tárgyalás tartása és további bizonyítási eljárás lefolytatása vált szükségessé. Pedig a fiúk valószínűleg jobban jártak volna, ha mindent beismernek az első bírósági meghallgatásukkor. Így ugyanis valószínűleg súlyosabb büntetést kapnak majd, mint ami most várt volna rájuk. Sőt, egy tavalyi módosítás miatt akár elzárással is büntethetőek lesznek. A törvény lehetőséget teremt arra, hogy egyes a társadalomra különösen veszélyes cselekmények esetében, így például rablás esetén, amennyiben az elkövető belátási képessége az elkövetéskor fennáll, akkor a 12 és a 14 év közötti korosztály büntetőjogi felelőssége is megállapítható legyen. A rabláskor 13 éves és 15 éves fiúk így akár több évre is rácsok mögé kerülhetnek. Súlyosan megsérült az a 76 éves sofőr, aki szerdán hajtott árokba autójával Bonyhádon. A baleset az Árpád utcában történt, az autós eddig tisztázatlan körülmények között áttért a baloldali forgalmi sávba, majd az út mellett lévő vízelvezető árokba hajtott, ahol kidöntött egy villanyoszlopot is. A kidőlt oszlop megrongálta az egyik családi ház tetőszerkezetét is. A szociális alap összegének emelkedéséről is döntött Bátaszékváros képviselőtestülete. A megemelkedett forrás azt jelenti, hogy több mint 25 millió forintból tudják támogatni a hátrányos helyzetűeket. Megnéztük, hogy az év hátralévő részében várhatóan még hány kérelmet, milyen ellátásokat kell biztosítani a város polgárai számára, és ezért úgy döntött a képviselőtestület, hogy a jelenleg jóvágyott forráshoz képest mintegy 1,8 millióval magasabb összeget biztosít a szociális kiadások fedezésére, annak érdekében, hogy a tüzelőtámogatások és az általános és rendkívüli települési támogatások kifizetése az biztonságosan zajlódhasson majd 2020-ban. Szekszárdváros önkormányzata 2009-ben csatlakozott a Magyarországi Klímabarát Települések Szövetségéhez, és azóta minden évben az Európai Mobilitási Hét keretében megszervezi az autómentes napot. Ezen a napon évek óta tartanak egy kerékpáros versenyt is. A legtekerősebb osztályoknak járó serleget a Garai téren adták át a nyertes osztályoknak. A szervezők célja az, hogy felhívják a figyelmet a környezetvédelemre. Átveszi a Pécsi Tudományegyetem Íj és Gyula gyakorló általános iskola harmadik osztályának két tanulója azt a serleget, amit azért kaptak, mert megnyertek egy kerékpáros versenyt. Nem is akármilyen bringázás volt ez, az autómentes nap keretében zajlott a túra. A gyerekek választhattak, hogy 5 vagy 10 kilométert tekernek le. Szerintem mindenki beleadott mindent, az egész osztály, és mindenki szeretett volna részt venni.
A gyakorló iskola harmadik A osztálya végleg megnyerte a vándorselleget, mivel az elmúlt 3 évben ők bizonyultak a legtekerősebb osztálynak. Ez azt jelenti, hogy ez az osztály mozgósította a legtöbb diákot, szülőt, testvért erre a túrára Szekszárdon. A cél Ildikó osztályfőnök szerint nem volt nehéz dolga a szervezésnél, mert a gyerekek szívesen csatlakoztak ehhez a túrához. De azt elismerte, hogy a tanár személye ebben a folyamatban kulcsfontosságú. Azt gondolom, hogy a gyerek lelkesíthető, a gyerek után a szülő is lelkesíthető, és ha az ember saját maga is szereti azt, amit csinál, akkor azt hitelesen tudja átadni. Az eseményen egy vándorselleg is gazdára talált, amit szintén a gyakorló iskola egyik osztálya, nevezetesen az első A osztály képviselői vehettek át. Ők 57 fővel vettek részt az autómentes napi bringatúrán. Az átadó ünnepségen a szervező és Gyurkovics János Szekszárd alpolgármestere azt emelte ki, hogy a város azért szervezi meg az autómentes napot, mert így kívánják felhívni a figyelmet, milyen egészséges kerékpárral közlekedni, miközben a környezetet is védik. Szekszárd város önkormányzata 2009-ben csatlakozott a Magyarországi Klímabarát Települések Szövetségéhez, és azóta minden évben az Európai Mobilitási Hét keretében megszervezi az autómentes napot. Idén ezen közel 200 diák és szülő vett részt. Regionális híreink következnek Somogy és Baranya megyékből. Lakossági fórumot tartott Szekó József lánya, folytatná édesapja munkáját. Moratórium. Nem járhatnak rosszabbul a családok és a vállalkozások az NMB szóvivője szerint. Faluház közösségi terem nélkül 2 ütemben építkeznek Hirden. Lakossági fórumot tartott Mohácson Szekó Zsófia, a Fidesz-KDNP képviselőjelöltje. A 3 gyermekes családanya azt mondja, édesapja, a néhai mohácsi polgármester Szekó József szellemi örökségét szeretné folytatni, tovább vinni a már megkezdett fejlesztéseket, de parkolók újraaszfaltozása, csapadékvízelvezető rendszer korszerűsítése, zöld területek felújítása, valamint a Békpatak teljes rehabilitációja is szerepel a programjában. Szeptember 27-én választ Mohács. Szekó Zsófiát Pávkovics Gábor, a Fidesz-KDNP polgármester jelöltje kérte fel, hogy induljon az 5-ös számú választókerület új jelöltjeként, ami 22 éven keresztül az ő körzete volt. A néhai polgármester Szekó József lánya a körzetben megvalósuló fejlesztéseket szeretné folytatni és újakat kezdeni. A városért tenni akarás az egész családját jellemezte, és ez valahol ennek a csirája benne is rejlik. Ezért megkérdeztem, hogy Zsófi, vállalnád-e egy ilyen közszereplést, egy ilyen munkát a mi csapatunkban? És gondolkodás nélkül azt mondta, hogy igen. És én azt gondolom, hogy vele kiegészülve, a mi képviselői csapatunk megerősödve, a vasárnapi választáson el fogja tudni nyerni majd a városlakóknak a bizalmát. Hargitai János, a terület országgyűlési képviselője beszédében hangsúlyozta, 46 elnyert folyamatban lévő projektje és 3 előkészítés alatt lévő pályázata van Mohácsnak, mely egyedülálló a térségben. Baranyában nincs egy olyan dinamikus település, mint amilyen Mohács, de a Dél-Dunántúlon is nagyon kevés van. Ebben a települési kategóriában azok a fejlesztések, amit itt Mohácson megvalósultak, azok országos szinten is már olyan megsüvegelendőek. Idézzék fel önmaguknak a 20 évvel ezelőtti várost, és ahogy haladnak a városba, gondolatilag nézik a várost, a térképet, azt fogják látni, hogy nincsen olyan kilométer, ahol a város meg ne újult volna. Szekó Zsófia tervei között szerepel a Radnóti lakótelep belső parkolóinak újraaszfaltozása, a csapadékvízelvezető rendszer korszerűsítése, a zöld területek felújítása, padok kihelyezése, fák metszése, valamint a Békpatak teljes rehabilitációja. Mindenképpen a Békpataknak a problémáját szeretném megoldani, meg szeretnénk megoldani. Ugye említettem a fórumon is, hogy ennek az alapvetően az a problémája, hogy nincsen egy lejtése, és legfőképpen egy lejtést kéne bevinni ennek a
pataknak. Másfelől meg ugye a Gábornak az az ötlete, hogy megkerülje a várost. Az az igazság, hogyha ez megtelik vízzel, úgy akkor elömlik az utca, és több utca is, és ez nagyon sok kellemetlenséget okoz az ott lakóknak, és ezt mindenképp szeretném megoldani. Az ötös számú körzetben teljesen megújult a Deák tér, elkészült a Kossuth Filmszínház átfogó felújítása, és folyamatban van az egykori Marek Torna csarnok és a Rókus utcai óvoda energetikai korszerűsítése is. Hétfőtől a szigorítások értelmében már kötelező a szájmaszk használata, nem csak a vonatokon, hanem az aluljárókban, fedett utasperonokon is. Bár az utazóközösség 95%-a együttműködő, és jellemzően elég csak a jegyvizsgáló figyelmeztetése, vannak esetek, amikor maszk nélkül próbálnak megutazni, vagy a felszólítás ellenére sem megfelelően hordják a maszkot a vonatokon. Ezeket az utasokat korábban csak figyelmeztették, most azonban már pénzbüntetésre is számítaniuk kell. A jegyvizsgálóknak pótdíjat kell felszámítani, 8000 forintos pótdíjat, hogyha valaki nem megfelelően vagy egyáltalán nem viseli a maszkot. Ebből adódóan akadnak konfliktusok is, sőt késések és vonatelmaradások is, hiszen nem minden utas együttműködő. Akár Budapest elővárosában, akár országos szinten is ki lehetne emelni példákat. 10-20-30 perces késések voltak amiatt, hogy többen nem viselték a maszkot, és nem voltak együttműködők egy jegyvizsgálóval, ezért rendőrt kellett hívni. Nem érheti semmiféle hátrány vagy többletteher azokat az állampolgárokat, akik igénybe vették a hitelmoratóriumot. Tévesek azok az információk, amelyek szerint a moratóriummal élő családoknak vagy vállalkozásoknak jóval többet kell majd visszafizetni. Binder István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője szerint legfeljebb a futamidő hossza változhat a moratóriumot igénybe vevők körében. Jogszabály garantálja azt, hogy a törlesztési moratóriummal élőknek nem nőhet meg a havi törlesztő részlete a 2020. januári állapothoz képest. Ennek ellenére számos tévhit kering a témában, különböző sajtóorgánumokban és a közösségi médiában is. A másik téves híradás arról szólt, hogy az ügyfelek, a moratóriumot igénybevő ügyfeleknek az összes terhe jócskán megnőne, ez is tévedés. A moratórium alatt ugyan a tőkére kamatot számítanak a bankok, azonban ezt nem csapják hozzá az eredeti tőketartozáshoz, tehát nem lesz kamatos kamat, hanem gyakorlatilag megnyúlik a futamidő, azonban ez nem jelent semmiféle jelentős tehernövekedést. Egy konkrét példát nézve, egy olyan hitel esetében, amely még 10 millió forint tőketartozást mutat, 10 év van vissza a futamidőből, és 4,5%-os fix kamatozású. A moratórium igénylése esetén azt jelenti, hogy a futamidő mindössze 5 hónappal hosszabbodik meg, magyarázza a szakember. A havi törlesztő részlet egy esetben változhat csak, teszi hozzá Binder István. Azok az ügyfelek, akik változó kamatozású hitelt vettek annak idején igénybe. Az ő esetükben természetesen a változó kamatozású hitel jellemzőjénél fogva nőhet, vagy akár csökkenhet is a törlesztő részlet, azonban ehhez nincs köze a moratóriumnak, ez a változó kamatozású hiteleknek a jellemzője, független tehát a moratóriumtól. A hiteltörlesztési moratórium bevezetésével összességében 2000 milliárd forint maradt a családoknál, vállalkozásoknál. További jó hír, hogy a kormány a múlt héten döntött arról, hogy a társadalmilag fokozottan rászoruló ügyfeleknek további fél évvel meghosszabbítja a moratóriumot. Eszerint 2021. június 30-áig nem kell törleszteniük még a munkanélkülieknek, a gyereket nevelő családoknak, a nyugdíjasoknak és a közmunkásoknak sem. Egyelőre csak félig valósul meg a Pécs Hírdiek álma, mondja a terület képviselője a keddi közgyűlés után. Az évek óta vágyott faluház építését két ütemre osztotta a pécsi önkormányzat, mert nincs rá elég forrás. Így nagy terem nélkül épülhet meg az első rész, amit ki tudja, mikor követ a második ütem, mondja a képviselő. Az önkormányzat most várja a kivitelezői ajánlatokat, ezektől függ a beruházás jövője. Ezen a területen épülhet a pécs-hirdi faluház, amire már évek óta várnak a helyiek, mondja a terület önkormányzati képviselője. Így fog majd kinézni a telek a beépítés után. A helyieknek azonban egyelőre még várniuk kell a nagyobb rendezvényekkel, mert a közgyűlés keddi döntése alapján két ütemben épül meg a faluház. Az első ütemben valósul meg egy alig 40 négyzetméteres kvázi közösségi térrel egy faluház, és a nagy 100 fő befogadó képességű rendezvénytér, ami minden műfáznak az
alapja, az majd valamikor később lesz hozzáragasztva. Hát adunk is valamit a városrésznek, nem is. Erre mondják azt, hogy inkább ne csináljunk semmit, mert megépül, átadjuk, és 40 négyzetméter, azért nagyon sok embernek ekkora kertje, nappalia. Olyan ez, mintha az élményfürdőt medencék nélkül építeni meg a város, mondja Berényi Zoltán. Azért osztották két részre a beruházást, mert nem elég az a 95 millió forint, amit erre februárban nyert a város. Az építőipari árak ugyanis annyival emelkedtek, hogy a tervezett nagyteremhez még legalább 33 milliót kell biztosítani. A képviselő erről kedden hallott először. Tegnap az előterjesztésekről, mikor ez fölkerült a város honlapjára, akkor értesültem róla, hogy hoppá, tényleg két ütemben lesz megcsinálva ez a dolog. Polgármester úr ugyan kifejezte szándékát, hogy szeretnék egybe megvalósítani, ha meg lesz rá a forrás, de a ráemelésben nem döntött most rögtön, viszont azt mondta, hogy ha lesz úgy forrás, meg fedezet, akkor a 21-es költségvetésben az a plusz 33 millió áfa. Ezek a közgyűlési közvetítés képei. A város most közbeszerzést ír ki a Hirdi faluház nagy termének kivitelezésére, mondta kedden a polgármester. Ettől függ az építkezés második üteme. Térjünk vissza erre a kérdésre akkor, amikor megvannak az ajánlataink, és pontosan látjuk, hogy mi a helyzet. Tehát most nagyon teoretikus vitákat lehet futtatni, de szerintem nincs értelme. A célt kéne, javaslom, hogy vegye észre, tehát célunk az, hogy a Hirdi közösséget ezzel a házzal, ugyanúgy, hogy az elődeink szerették volna, mi is szeretnénk szolgálni. Eredetileg jövő nyárra 5 hónap alatt készült volna el a létesítmény. Akár két ütemben is megépítenék, de a polgármester szerint jó lenne egyben. Berényi Zoltán azt mondja, kérdés, lesz-e pénz a nagy teremre. De a 40 négyzetméteres faluház már biztosan megépül. És végül nézzük Tolna megye híreit még egyszer röviden. Közel 100 millió forintból újítottak. A burkolat és a teljes víziközmű felújítása is belefért a Bonyhádi utca felújításba. Arcpajzsokat kapott Szekszárd, az eszközöket a vírus elleni védekezésre használják fel. Gyerekek raboltak ki egy kisfiút, akár börtönt is kaphatnak tettükért. Autómentes nap, díjazták a legtekerősebb osztályokat Szekszárdon. Pénteken jelentősen átalakul az időjárás. Egy hullámzó frontrendszer okoz az eddiginél jóval változékonyabb, szeles, záporos, zivataros időt. Délelőtt felhős, esős időre kell számítani. A déli óráktól északnyugat felől terjeszkedve hideg front érkezik, viharossá fokozódó északnyugati széllel. Éjszaka is számítani kell záporra, zivatarra, helyenként akár kiadós esőre is. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!